Hát időnként valaki menjen vissza és nézze meg a kinyitott kapukat. Aztán megint, megint. Na így van, jó. Jó, szólj Istvánnak, hogy beszéljen most erről, mert nála van a személy. Jó, Józsinak van egy jó ötlete, azt mondjátok be, légy szépen, ragasztod kérek szépen. Vagy akkor én tartom, te ragasztom, vagy letartom. Aliho! Itt vannak! Itt vannak! Jó! Ez a bátor kis csapat, most már nem tudom, hanyadik alkalommal megérkezett ismét. A Teréztőróti Unikert 11 parkon, ahol kikontátoljuk a bűneiket, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amiért éveken keresztül félelemben és rettegésben tartották az ügyfeleiket, a devizahitelnek csúfolt találkukkal, ez most már megszűnik, az emberek kezdik felfogni és megérteni, hogy milyen rontból becsapták őket, és most már nem ők félnek, hanem azt mondják, hogy féljetek ki. Van mitől félnetek, mert a törvény erejével el fogjuk érni, hogy nagyon hamar a börtönrácsok mögül fogjátok figyelni a napfogarait, amik csak korlátozva fognak elérni hozzátok, és bízunk benne, hogy még a műanyag alatt is rátok fog rohadni. Még mindig volna egy esély, ha ne találtán többszöri kérésünk ellenére, amit évek óta kérünk, bemutatnátok nekünk a konverziós bizonyatokat, amivel igazolni tudnátok a devizák eredetét, akkor talán még azt mondanák, hogy na jó, társadalmat a kártalantás mértékéről, hogy eltekintjük egy esetőmegét felelősségre vonástól. De ezt a feltételes módban mondtam, mert én biztos, hogy soha nem fogok engedni abból a végletemből, hogy a devizahitelt el kell törölni, a káros utakat kártalanítani kell, a felelősséget pedig felelősségre kell vonni. A magyar törvények szerint pedig a számíteni csalás börtönnel büntetendő cselekmény. És mivel nagyon széles rétegben elkövetett, előre megfontolt találkozónakról van szó, alkalmazni lehet azokat a törvényi helyeket is, amikor okozott károkozásért, kár egy büntetés nélkül fogják kiszabni. Remélhetőleg a legmagasabb mértékű büntetés. Nem is nekünk sem lehet megszerinteni. A bankok ezekkel a csalássorozatokkal már több ezer ember halálát okozták, akik nem bírták a nyomást, saját kezükkel vetettek végig életüknek. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy gyilkosok, a gyilkosokra börtön vár. Én szívem szerint visszaállítanám még a halálbüntetést is, mert aki gyilkol, az ő maga is bűnhődjön ugyanazzal az eszközzel, ahogy ő tette. Ennyi bűnös, amennyit most fogva kellene tartani rajtuk keresztül, az nagyon sokba kerül az adófizető pénzéből, egyszerűbb lenne és sima halálos ítélet végrehajtása rájuk, akik ezt az egész találkozókat előkészítették és végrehajtották. Hagyományosan egyébként ugye a rovásokon is kell tartani. Azzal van, hogy a vélemény nyilvánítás, rabló, csaló, akkor jó. Nagyon vigyázzon, mert csalók ezek. Kocskos killerek.
Ha ide jön, akkor én van egy ezt a